Folyamatos a kapcsolat Báta és a katasztrófavédelem szakemberei között, akik biztosították Huszárné Lukács Rozália Annát, Báta polgármesterét a segítségükről. A lényeg, hogy annak a megfelelő magasságban megépítsük a védműveket, valamint biztosítjuk a házaknak a bevédését. A magasság azért fontos, mert az előrejelzések szerint 40-50 centivel kisebb lesz a vízmagasság, azonban a biztonsági magasság az nagyon fontos, hiszen igazán nem kiszámítható teljesen a legnagyobb víznek, vagyis a nagy víznek a magassága. Én gondolom, hogy jövő hét hétfő kedden fog tetőzni Bátán, addig folynak a munkálatok, a katasztrófa védelem szakemberei, mint a vízügyi szakemberek segítségével. Három depót alakítottak ki a faluban, ahol a homokzsákokat töltik. A katasztrófa védelem és tűzoltóság szakemberein kívül nagyon sok polgári segítség is érkezik Bátára. Báta az, ami legjobban veszélyeztetett terület. 2013-ban is itt volt a legnagyobb probléma, mert van egy egy öblözet, ami lényegében még előfordult 2013-ban, hogy 20 centivel magasabb vizet mértek itt Bátán, mint máshol. Szombattól éjszakai ügyelet is figyeli a településre behatoló folyót. 2013-ban sikeres volt a védekezés, nagy problémák nem voltak. A víz ez okozza ezt a problémát, együtt élünk vele, ez már az ötödik sajnos, eddig mindig megküzdöttünk vele, bízunk abba, hogy most is meg fogunk vele küzdeni. Nagyon nagy segítséget kapunk. Amíg a Duna tetőzése Budapesten nem történik meg, csak találgatni tudnak, hogy pontosan mekkora vízre számíthatnak a bátaiak. Jó pár árvizet van, megértem. Megértem az 56-ost is, csak gyerek voltam is, hát a 13-osnál. Akkor kezdtem a nyugdíjas éveket, és most ez kegyetlenül folyik, nagyon jön, szóval ennyire nem szokott. Jelenleg nagy az izgalom a Sárköz tündérkertjének is nevezett faluban.